Kicsit tartottam tőle. A szerelmével való összeköltözésről vallott Gelencsér Timi. Gelencsér Timi és szerelme Matyi úgy döntöttek, hogy egy fedél alá költöznek. A műsorvezető elárulta, hogy megy az együttélés. Timi tavaly április elején tudatta a hírt, hogy már közel egy éve boldog párkapcsolatban él. Bár főként maguknak szerették volna megtartani a szerelmüket, az egykori szépségkirálynő már nem akart tovább titkolózni és bujkálni. Az is kiderült, hogy párja néhány évvel idősebb csak nála, és korábban az FC60 játékosa volt. Mátyás manapság már inkább az üzleti életben munkálkodik, és egy a gyümölcsökkel foglalkozó vállalkozása van, mellyel egyébként a Cápák között című műsorban is szerepelt. Timi azóta sem sokat beszél a kedveséről, de a TV2 mokkában most elárulta, hogy szintet lépett a kapcsolatuk és összeköltöztek. Nagyon jól sült el, nem gondoltam volna, hogy ennyire jó lesz. Nekem ez az első összeköltözésem, úgyhogy kicsit tartottam tőle, de ha tudom, hogy ez ilyen jó, akkor nem várok több mint egy évet az összeköltözéssel. Most is Füge, Timi kutyája, azért van velem, mert Matyi szegény beteg. Füge meg mindig ugat, és nem akartam, hogy felébredjen. Fejtette ki a riporter, aztán hozzátette. Furcsa az a része, hogy lakóparkban lakom, kertesház után, de az a része jó, hogy elkezdhettük a közös életünket. Tényleg annyira egy hullám hosszon vagyunk, hogy mindig ugyanazt szeretnénk főzni vacsorára, mindig ugyanazt szeretnénk nézni a tévében. Egész nap mindenki rohan, aztán hazaérünk este, és én ezt nagyon élvezem. Lelkesedett a TV2 sztárja. Azt is elmondta, miért örül ennyire az együttélésnek. Nagyon nehéz tervezgetni, amíg két ember külön él, hogy akkor hova megyünk, kihez megyünk, stb. Nekem ez egy extra teher volt, Hűvösvölgyben éltem anyukámmal, ami nagyon messze van, ő 60-i. Most meg egy helyen vagyunk és nem kell szervezkedni, jegyezte meg Timi, akiben akkor tudatosult, hogy nem lesz gond, amikor két hétre elmentek nyaralni és össze voltak zárva. Nektek milyen véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.